Varga Mihály történelemtanárként dolgozik, a tanítás mellett a De Valami együttesben is zenél, és mivel mindig is érdekelte Tolna története, úgy gondolta, hogy megírja a Tolnai Rév című helytörténeti könyvet, ami a középkortól a 20. századig öleli fel a dunai komphajózás történetét. Mivel gyerekkorában sok időt töltött a nagyszüleinél a Dunaparton, így értelemszerű volt, hogy a könyvek témája is vizes téma lesz. Fontosnak tartja, hogy az emberek tudják és megismerjék azt a várost, ahol élnek. Ez a komp közlekedésről szól, ami ugye átkelő hajózás egyik partról a másikra, ami tulajdonképpen a városi jellegét meghatározta, hiszen mondhatjuk azt, hogy azért jöhetett létre ez a település, mert itt ugye komp közlekedés volt. Enélkül egy kisebb falu lett volna, ha ez itt nem valósul meg. A város fejlődésében ez nagyon sokat számított, tehát évszázadokon keresztül mondhatom azt, hogy évszázadokon keresztül ez volt a meghatározó város életében, de nem csak a komp közlekedés, hanem a Dunához köthető mesterségek, tehát a halászat, azon kívül a hajózás, ami ugye az áruszállítást jelenti, akár északra, akár délre, a hajómalmok működtetése, tehát hajóácsmesterség, tehát nagyon sokan éltek annak idején, mikor még itt élő Duna volt a vízből, és hát a városnak a jelleg is ez adta meg, és hát valószínűleg ez olyan fontos település is volt Tolna, ugye a vármegyét is róla nevezték el. Tolnán mindenkinek kötődése van a Dunához, így sokan őriznek a régmúlt időkből fennmaradt képeslapokat, iratokat, személyes tárgyakat, amiket a kötet készítője fel tudott használni ahhoz, hogy hiteles képet alkosson a kikötő és a rév történetéről. Élő szemtanúval nem tudtam beszélni, aki elmesélte volna, hogy milyen volt a kompon állni, illetve hát milyen volt használni ezt a kompot, tehát élő szemtanúval sajnos már nem találkoztam. Viszont voltak olyan lokálpatrióták, meg vannak is itt olyan lokálpatrióták Tolnán, akik segítettek, tehát személyes tárgyaikat rendelkezésemre bocsájtották, ezzel alatt értek régi fényképet, például Steinbach Ferenctől kaptam olyan fényképet, amit a borítón is található, vagy Király József képeslap gyűjteményéből kaptam képeslapot, amit fel tudtam használni. Azután köszönettel tartozom a Tolna megyei levéltárnak, a kutatószolgálatnak, Asztalos Zoltánnak, Marosi Tibor Józsefnek. Annak idején azért nem csak 2018-ban írodott, már korábban is gyűjtöttem anyagokat, és Széles Józsefnek, az egykori Békealászati Szövetkezetnek az elnökének is köszönettel tartozom, mert tudott olyan csónakot mutatni, ami nagyon hasonlíthatott a révészek egykori csónakjához, amit szintén lefényképeztem. És hát nem utolsó sorban meg szeretném említeni a családomat, akik igen nagy türelemmel viseltetnek ezen hobbim iránt, mert ez időnként ugye azt jelenti, hogy én így kivonom magam a családi életből. Varga Mihály azt is elmondta, hogy a Tolnát és Bogyiszlót összekötő hídnak milyen szerepe volt anno, miért kellett megépíteni. Ez a híd 1938-ban épült meg, tulajdonképpen egy ilyen töltéshíd, ami felváltotta az utolsó kompot is, és hát ezt gyakorlatilag az akkori kereskedelmi minisztérium határozta el a Tolna vármegye Alispánnyával egyetértésben, hogy akkor megépül ez a híd, hiszen itt tulajdonképpen Bogyiszló község egy Dunai szigeten feküdt a folyószabályzásnak köszönhetően, sőt itt Tolna egyik, most úgy mondom, hogy települési része, Tolna sziget is a nevében viseli ezt az egykori földrajzi múltat, hogy a szigetre került, ugye egyik oldalról, ugye keletről az Újmederben az ásott Dunaág, az a mostani Nagy Dunaág határolta, innen nyugatról pedig a Holták. És hát ez nagyon megnehezítette a bogyiszlóiak számára a közlekedés, de a tolnaiak számára is, hogyha át akartak menni a szigetre, és hát nyilvánvaló, hogy ezzel a híddal mindenki jól járt, hiszen nem kellett már ugye fizetni az átkelésért, illetve biztonságossá vált az átkelés. Tehát ezzel mindenki jól járt. Ez a híd, mint azonban látjuk, azért egy kicsit a nevében híd, hiszen vízátfolyás csak ezen az átereszen, ez már csak 5 méteres áteresz, tehát tulajdonképpen egy töltést építettek a Holták közepére, és ezzel felszabdalták a Holtágat, mondhatom úgy, hogy alsó Holtágra, meg felső Holtágra, meg a túloldalon is ezzel párhuzamosan kialakult két Holtágrész. Tehát valamennyire inkább így fogalmazok, hogy töltéshíd készült el, akkor 1938-ban az akkori minisztérium és ugye Alispán idejében. A könyvből megtudhatjuk, hogy milyen vámdíjjal dolgoztak. Például egy jó átviteléért 1922-ben 15 koronát kellett fizetni, de ahhoz, hogy valaki a barátjához átruccanjon egy pálinkára, ugyancsak 15 koronát kellett lecsengetni. Egy révész fizetése egy évre 60 forint volt.
volt, de tartalmazza a kötet a vízi járművek fontosabb adatait is. A szerző ajánlja a művet mindazoknak, akik szeretnék jobban megismerni szűkebb környezetük helytörténetét, a Dunai Rév és Komkikötők évszázadokon át tartó működését. A könyv az Országos Könyvtári Hetek keretein belül a Tolnai Városvédő Egyesület támogatásával került bemutatásra.